Sziasztok, Ideálek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig ismételten egy rettentően beteg horror játékot hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunk menüjében, amelynek Thoughtform Invasion a címe, és valami olyasmi a lényegünk, hogy nekünk el kéne aludnunk, na de mivel ez a kihívásunk, így tudja, hogy egy csomó szörny majd közben jön, és rettentően nehéz lesz másnak. Na de nem nekem, hanem másnak. Ugyanis jön az elek, és annyira jól fog aludni, hogy az egyszerűen nem kifejezés. Ott is van a csikunk, amely nagyon is halad, és ha megnyomom az E-t, akkor ki tudom nyitni a szemünket, és körbe tudok nézni az otthonunkban, hát de miért nem? Az ágyadban akarsz aludni. Miért pont a nappali közepén? Nem tűnik túlságosan kényelmesnek az a hely, ahol vagyunk, de nem baj. Szépen haladjon is csak a csikunk. Hát eléggé gyorsan halad, de mi történik, hogyha igazából nem is nézek körbe? Mintha ez a rész folyamatosan egyre parább lenne, ahogy láthatjuk amúgy a jobb alsó sarokban, folyamatosan merül az elemlámpánknak az aksi szintje. Jó, a zenénk egyre parább, de nincsen baj, bár ez még csupán az első éjszakánk, szóval gondolom, hogy folyamatosan majd egyre nehezednek ám itt a dolgok. Hát bőven van amúgy ebben a játékban izgalomfaktor, de most vajon akkor nem fog az aksink rezetelődni, és nem 100%-ról fog a második éjszakán újraindulni? Hanem spórolni kellett volna vele? No, azt hittem már először, hogy ennyi lett volna ez a játékunk, de nem, ugyanis a második éjszakával folytatni tudjuk. Megijedtem azért egy pillanatra, hogy mit csinálsz? Írja nekünk, hogy a fény elijeszti őket, de jól van, 100%-ról indulunk ismételten. Lesz akkor ám itt egy csomó jumpscare, és ez a csikunk lassabban töltődik már, mint az előbb. Jaj, de nem tetszik ez. Hamarosan akkor szörnyek fognak itt megjelenni, mi? De nem baj, ne foglalkozzunk ilyen apróságokkal. Mi csak relaxáljunk, és nyugalomban próbáljunk meg elaludni. Azért néha-néha én a biztonság kedvéért körbenézek, ugyanis bármelyik pillanatban megjelenhetnek itt a szörnyek, de valamilyen hanghatással csak jelezné nekünk azt a játék. Nem pedig hirtelen az történne, hogy bizony bám, jön a jumpscare. Aha, hallottam valami hangot, tesó! Érjeszteket! Nem áll! Na erre nem voltam felkészülve, bevallom nektek. Túlságosan sokáig volt akkor ezek szerint csukva a szemünk, és folyamatosan nyitogatni kell, ugyanis, hogyha nem nyitjuk ki, akkor már megtapasztaltuk, hogy mi fog történni. Éreztem, hogy valami hasonló lesz, de mégis bedöltem itt a játéknak, de akkor tényleg ilyen 5-10 másodpercenként körbe kéne néznünk, hogy nehogy az legyen, hogy valaki nagyon is ismételten bejön a házunkba. Bár eléggé puhány szörnyek ezek, mondom most, hogy puhány szörnyek, amikor is az előbb hozták a szívbajt rám, szóval eléggé puhány szörnyek, hogyha bizony félnek az elemlámpánk fényétől. Jó? Nagyon is lépteket hallok. Hát figyeljetek, én körbenézek, de sehol sem látok senkit. Aha, nyílik nekünk az ajtó, és fú, de liba bőrös vagyok. De sikeresen akkor meg tudtunk tőle szabadulni. De azért a biztonság kedvéért én ismételten körbenézek, és már csupán 78%-on van az elemlámpánk, de ez minket ne tántorítson el ettől az egésztől. Ugyanis jó lesz ez. Persze, hogy jó lesz. Aztán lehetséges, hogy csak akkor kéne kinyitnunk a szemeinket, amikor hangokat hallunk, mondjuk most, és bizony, már el is ijesztjük, de vajon akkor a játékban 5 éjszaka van? Vagy pedig 3? Mert jó lenne amúgy
ebben a videóban kivinni a játékunkat, mert egyből a zenemlámpám oda van irányítva, és amint hallom a hangot, én már világítok is, és bizony, megszabadulunk itt mindenkitől, jó, 67%-on van még az elemlámpánk, és már a csikunk fele megvan, szóval hamarosan el fogunk aludni, de mi ez a hang? Mint hogyha egy holttestet konkrétan szinte húznának a padlón. Hát bízunk benne, hogy ez nem valami jövőbeli előretekintés volt, és ez a holttest már igazából a miénk, tudjátok. Gyorsan már megint körbe csekkolok, de szerencsére nem láttam sehol sem semmit, szóval hunyjuk is le a szemeinket, és várjunk, aha, lépteket hallok, na de mégis kinek a lépteit, az itt a jó kérdés, de már megint nem látok semmit sem. Egyre feszültebb vagyok, és egyre durvulnak ám itt a helyzetek. Jó, nincsen baj, hogyha amúgy furra lemerítjük az elemlámpánkat, akkor is meghalunk szintén. Aha, szépen megszabadultunk tőle már ismételten, és minden éjszaka másfajta szörny lesz itt. Jó, megint megszabadultunk tőle. Ugyanis nagyon úgy fest, hogy csupán ő próbál egyedül ijesztegetni minket, és minél közelebb vagyunk az elalváshoz, annál intenzívebben, és annál gyakrabban jelenik meg. Már megint fura hangot hallottam, de szerencsére sehol sem volt senki. Meg lesz ez hamarosan? Nagyon is meg lesz ez? Én hiszek magunkban. Persze, hogy hiszek magunkban, ugyanis anélkül semminek sincsen semmi értelme, hogyha te nem tudod elképzelni, hogy meg tudod csinálni, és te nem bízol magadban, akkor mégis ki bízol, értitek? Fú, de mozgolódnak, jól van. Lebuktatlak, úgy vigyázzál. Kéne azért egy konyhakés is a közelünkbe, ugyanis bevallom nektek őszintén, hogy annak köszönhetően egy kicsikét még nyugodtabb lennék, ugyanis jó ez az elemlámpa, meg minden, de ezzel nem nagyon fogom tudni fejbe kólintani a szörnyeket, vagyis hogyha fejbe kólintom, akkor nem sokra megyek vele, 17%-on van már csupán az elemlámpánk, de nem baj, csak ki fogja bírni, főleg úgy, hogyha ki sem nyitom a szememet. Jó, most már tényleg csak egy nagyon kevéske kell, ismételten megjelenik az emberünk. Ja, azért rossz amúgy, hogyha lemerül az elemlámpánk, ugyanis akkor nem tudunk megszabadulni a szörnyektől. Hát 200-asikuk mennek itt, hogy kikövetkeztettük ezt is, bár ez azért eléggé egyértelmű, aha, már csupán 7%-on van. De mindjárt megvan a csikunk, jó? Pont kicentízzük, nézzétek meg! Bam! Meg is van a második éjszakánk, és bizony itt is sikeresen elaludtunk, és természetesen van harmadik éjszakánk is, szóval folytassuk is akkor ezzel. Ne foglalkozz a hanggal, meg a zajjal. Mégis miért ne? Én inkább azért foglalkozni fogok vele, bár ennyi idő alatt már 5%-ot merült az elemlámpánk. Minthogyha most sokkal gyorsabban merülne, és ezáltal pedig sokkal nehezebb lenne ez az egész. Jó, így az elején körbenézek, hogyha ne talán meg is halok, akkor tudjam, hogy mégis mire kell majd figyelni, mert szerintem teljesen másra majd, mint az előbb, és egy másik szörny fog megjelenni. Aha, nincs baj. Persze, hogy nincs baj. Fú, de megijesztett ez a tévé. De valaki már megint lépked itt az otthonunkban. De mennyire kis egyszerű játék, és annak ellenére mennyire jó a játékélmény. Meg mennyire para. Hát olyan jumpscare volt benne az elején. Jó, hatalmas nagy speedrunokban néztem csak körbe az előbb. Mi ez a hang? A szekrényünk nyílt ki? Azt jól láttam? Tudjátok, hamarosan a szekrényünkben jelenne meg az a szörny, vagy valami.
probléma. Csak szépen menjen az a csík. Aha, megjelent közben az emberünk, jaj de jó, már csak ő hiányzott. De tudja, hogy még jobban durvulni fog ez az egész, és most már akkor nettalán több szörny lesz itt. De így belegondolva, ha már megint valami hullát visznek el be a nappalink közepén, a csikunk felénél tartunk, és van még 60%-nyi elemlámpánk, szóval ügyesen tartalékoltunk vele, és nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire először gondoltam. Jaj, de jó! Már a mikronk is ad ki fura hangokat az éjszaka kellős közepén úgy, hogy mi igazából a közelében sem vagyunk. Azaz, menjen csak az a csík. Aha, mi volt ez a hang? Srácok, az a festmény amúgy szerintem megváltozott. És az eddig nem olyan volt, de én hiába világítottam rá. Annak ellenére egyáltalán nem történt vele semmi, szóval szerintem hagyjuk figyelmen kívül, és ne is foglalkozzunk vele. Full normális ez. Hát persze, hogy full normális. Végül is ez csak egy horror játék. Léci, éljük túl ezt az éjszakát is? Nagyon jó lenne amúgy az. Na de a mikró már megint bekapcsolt magától. Ezért mondta akkor, hogy ne foglalkozzunk ezekkel a hangokkal. De azért én a biztonság kedvéért megnézem. Mert ha csak a tévénkkel történik valami, vagy pedig az emberünk jön, csak azokat tudjuk megszüntetni az elemlámpánk segítségével. Hát lehetséges, hogy lesz akkor majd negyedik éjszakánk is, és bizony ott pedig még több mindenre kell majd figyelnünk, ugyanis most is bejöttek a plusz hangok. Bár azért kíváncsi lennék arra, hogy mégis mi történik akkor, hogyha nem foglalkozok a tévével, és nem szüntetem meg, kijön belőle valami szörny vagy mizu? Nagyon nem tetszik, hogy már csupán 28%-nyi aksink van. De elégnek kéne annak lennie. Hát reménykedjünk a legjobbakban. Én azért a biztonság kedvéért körbenéztem megint. Léci, legyen meg! Oké, az emberünktől megszabadultunk. Már nagyon kevés kell, még egyszer megszabadulunk tőle, szuper! Jó, ez meg lesz! Ez biztos, hogy meg lesz! Lehetetlen, hogy ez ne legyen meg. Ráadásul... Aha, hogy a szekrényben is van valaki! Szóval akkor már arra is kell figyelni, szóval ráadásul több aksink maradt, mint bizony. Az előző éjszakán sikeresen el is aludtunk, de rettentő fura, hogy hiába aludtunk el, a végén mégis hallottunk lépteket is. Na itt meg mégis... Mit ír nekünk? Hallgass nagyon figyelmesen. Szóval akkor már bármilyen hanghatást hallunk, akkor ki kell nyitnunk a szemünket? Mert az mondjuk baj. De végül is még nem hallottunk semmit. Kivéve most! Mert konkrétan a Skibidibi WC-k is jönnek, vagy mi? Vagy Skibidi? Mindig elrontom. Jó, azért nem mindig. Csak néha-néha. Minél többet játszunk ezzel a játékkal, annál feszültebb leszek. És annál jobban próbálok összpontosítani, de amúgy őszintén bevallva, jót tesz nekem a stressz hatás ugyanis, stressz helyzetben jobban tudok koncentrálni, oké, megszabadultunk tőle, illetve a szekrényben lévő szörnytől is megszabadultunk, és a csikunk sokkal lassabban megy, mint az előbb. Nagyon szivatós ez a játék, de remélem, hogy ki lehet vinni, és akkor összesen mondjuk 5 éjszaka van. Igazán telhetne gyorsabban, de nem baj, nem félünk. Csukva van a szemünk. És próbálunk elaludni! Hát de, tesó! Én csak aludni akartam. Erre pedig ilyenek történnek, fú, de megijesztett már megint. De nagyon fura, ugyanis amikor meghallottam a hangot, én már instant ki is nyitottam a szemeimet. Lehetséges, hogy még túlságosan sokat beszéltem előtte, és azon az 1-2 másodpercen múlt ez az egész. De akkor tényleg rettentően kell összpontosítanunk. Ugyanis minden egyes másodperc számít itt. És ez már nem játék,
hanem a túlélésünkre megy. Életben kéne maradnunk, de nem is hallottam most sem semmit. Ja de! A szekrénynek van a legeslegharkabb hangja, és bizony ez a szörny van a szekrényben, jól van. Akkor erre is kell figyelni, csak az a baj, hogy miközben folyamatosan beszélek és próbálom itt intézni a kontentet, közben azért valljuk be, eléggé nehéz még a legeslegapróbb sziszenéseket is észrevenni. Hát benne van, hogy nem fogjuk kijátszani ezt a játékot ebben a videóban, jó? Na de adjunk ennek az egésznek egy utolsó próbát. És nehogy széttörjek valamit majd idegességemben. De most megpróbálok még jobban koncentrálni, így pedig minden nest ki kéne szúrnunk. És még az elemlámpával is kéne spórolnunk. Most ez volt az a hang, amelyben átcserélték a festményt. Csak az a baj, hogy a hang alapján meg kell mondanunk folyamatosan, hogy mégis mi mit jelent. Mert az egyik ilyen húzós hang, az nem jelent semmit. Illetve ez a hang sem jelentett semmit, és most ezzel kb. Mínusz 4%-ot elbuktunk az elemlámpánk aksiából. Ez a hang is csupán paráztatás, és ez sem jelent semmit. Ez pedig a szekrény hang volt. Ez egy kicsikét már másabb hang mégis, mint az előbb. Szóval, akár több órát is játszani kéne ezzel a játékkal ahhoz, hogy kellően az összes hangot megismerjük, és könnyedén kivigyük ezt az egészet. Bár az aksinkkal jelenleg nem állunk annyira nagyon rosszul. Én próbálok inni magunkban, de akkor is rettentően nehéz ez a játék. Jó, a mikrohang az nem jelent semmit. De közben pedig bőven lehet, hogy ez elnyomott valamit. De szerencsére nem. És most ezzel is egy csomó aksi százalékot buktunk. Túlságosan jó kis most minden. Nem tetszik nekem, amikor ennyi ideig nem történik semmi, pedig így őszintén belegondolva. Ez amúgy a legeslegjobb. Ugyanis ilyenkor csak tellik folyamatosan az idő, és tellik. És nincsen semmi probléma. Jó, a mikrohang az semmit sem jelent, a tévét pedig megszüntettük. Ez pedig ez a hang, oké? Ezt a hangot tudom legeslegjobban, meg legkönnyebben beazonosítani. Na de ez a hang pedig semmi sem volt, szóval ez is csak ilyen behetetés, és erre is elnyomtunk, vagy 4 aksi százalékot. Annyira van egy olyan rossz érzetem, hogy figyel minket valaki most. Végül is megvan már a fele az elalvási csíkunknak, közben pedig megjelent ez a szörny. A biztonság kedvéért ránéztem arra a szekrényre is. Aha, ez volt most a szekrénynek a hangja, de már megint csupán 38%-on van az elemlámpánk. Ez volt megint a szekrény. De ahogy nézem, nem kell dupla csekkolnom sohasem. Ugyanis, hogyha bizony ránézek, egy kicsit az már bőven elég, de már megint az örgés hang is csupán behetetés volt. Nagyon el fog fogyni az elemlámpánk, meg az aksia. És ez a hang is csak behetetés volt, és erre is most egy csomó aksi százalékot elpazaroltunk. Na de ez pedig fix a szekrénynek hangja volt, jó? Azért egyre jobban kezdtek már benne lenni itt a dolgokban, és tudjátok, most, hogy ezt kimondom, már egyből találódunk is be. De nagyon aggasztó, hogy már csupán 19%-nyi aksink van. Jó, ez a behetetés hang. Legalábbis bízzunk benne, hogy ez csupán az volt. De mi történik amúgy akkor, hogyha nem nyitom ki a szemeimet, hanem csupán figyelmen kívül hagyok mindent. És bizony, megpróbálok úgy aludni. Ez is a behetetés.
is akkor csak fog, de feszült lettem most amúgy. Jó, tőle is megszabadulunk. Ez a szekrény, de már csupán 5%-a maradt az aksinknak. Ez is a szekrény, jó. Ez pedig ő. Ez pedig a tévé. 0%-on vagyunk. Na most akkor leteszteljük, hogy mi van akkor, hogyha bizony nem nyitjuk ki a szemeinket, hanem csak próbálunk tovább aludni. Valakinek halljuk a lélegzetét. Még így is ki lehet húzni annyit. Várjatok csak! Lehetséges, hogy jó lesz! Hát sajnálatos módon nem lett jó, de most akkor ebből kiderült, hogyha mondjuk csupán már csak ennyi hiányozna a csíkból, akkor még azt sikeresen ki lehetne így játszani. Hát sajnos a negyedik éjszaka az most nem jött össze, de nekem nincsen már türelmem tovább próbálkozni ezzel az egésszel. Hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, és hogyha szeretnétek, csinálhatunk akár ebből egy folytatást, ugyanis azért már egyre jobban benne vagyunk ám itt a dolgokban, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, én Elek Robi vagyok. Addig is, szevasztok!